Sziasztok! Kedves nézőim! Ádám vagyok, Amerikában élek, azok, akik még újak a csatornán. Hát kezdjük is a kérdezfeleleket, vagy a kommentekre reakciókat. Halihó 2800, június 19 tájékán. Szervusz Ádám! Nos, a videózással kapcsolatban a nagyobb boltokban már a bejáratnál ki van téve a fotózni, videózni, hangfelvételt készíteni tilos tábla. A bolti biztonsági őrök előszeretettel kérnek arra, hogy távolítsd el az adott adathordozóról az elkészült anyagot. Na, hát oké, akkor ne legyen videó? Balázs Kis 5092. Erdőbe sétálás közben nem félsz, hogy megtámad valami vadállat? Nem félek, mert nem igazán van itt vadállat, itt Ohio környékén nem igazán szokott lenni. Jó, mondjuk kígyók lehetnek. Őzek szoktak lenni, vagy szarvasok, vagy hogy mondják az ilyesmit. Nem szokott vadállat lenni itt erdőbe. Mondjuk kígyó talán lehetne, de ritka, nem történt még semmi. Inkább a kullancsoktól félnék jobban. Meg azok miatt át is szoktam nézni magamat. This No Pasteur 2168. Szerinted melyik a jobb fordító? A Google vagy a DeepL? Vagy DeepL? DeepL. Aki nem ismeri a DeepL-t, vagy DeepL-t, annak ajánlanám. Szerintem a DeepL az jobb fordító. Ezt tapasztaltam én, mivel nyilván minden videóhoz fordítanom kell néha egy-két szót, vagy nagyon sokat. És mindenképpen a DeepL-t használom, mert úgy érzem, hogy pontosabb, valahogy jobban érzi az emberek között, szóval a kettő nyelv közötti az átváltást jobban érzi. Jobban érzi az azonosságot az egyik nyelvben, kulturailag ez mit jelent, és akkor a másik nyelvben kulturailag mi az a szó, ami ugyanúgy azt jelenti. Szóval nem kell, hogy pontosan az a szó legyen, de azt jelentse. Szóval jobban működik a DeepL szerintem. Kekmax 31. Szia Ádám! Ha lehet, egy indiszkrét kérdésem. Egy ilyen áruházi munka milyen minőségű életet biztosít? Gondolom az áruházi munka alatt talán az én munkámról beszélsz. Igazából képernyőt lefényképeztem annó, még amikor ezt a kérdést megtaláltam, és most ezt olvasom, de az nem mutatja, hogy melyik videó alatt volt az a kérdés, szóval remélem, hogy arra gondolsz, hogy ahol én dolgozok. Hát a Whole Foods Market igazából eléggé elfogadható életminőséget tud biztosítani, mert ugye jobban fizető boltok közé tartozik, jobban fizető élelmiszerboltok közé tartozik, szóval én most ott ilyen 18 dollár 20 centet keresek, és legtöbben akik alkalmazottak újonnan, szóval új alkalmazottak, azok olyan 15 dollárral kezdik per óra. És ez csak emelkedni tud, és igazából az nem rossz. Vannak dolgok, amik itt Amerikában olcsóbbak, például a benzinár az mindenképpen olcsóbb. Például most galononként 2 dollár 90 valahány cent. És van még egy-két más dolog, amiért kevesebbet fizet az ember itt Amerikában, és igazából talán vannak dolgok, ami miatt olcsóbban meg tud élni itt az ember. De nem csak azért, a Whole Foods mindig is nagyon jó minőségű munkahelynek minősült. Csak most ebben a gazdaságban, ami most eléggé elkezd szaródni itt Amerikában is, de az egész világon úgy tűnik, hogy nagyon sok országban a gazdaság eléggé rossz helyzetben van. Gondolom a pandémia ezért a pandémia felelős bizonyos százalékban, meg persze az országoknak, a kormányoknak a reakciója a pandémiára az is felelős azért, hogy sikerült visszaépülnie a gazdaságnak. Na minden, nem vagyok én ennek szakértője, de az biztos, hogy a gazdaság rosszabbul áll, mint pandémia előtt. Szóval ebben a gazdaságban igazából nagyon kevesen tudnak azért könnyen boldogulni, és mindenki érzi a szar gazdaságnak a fájdalmát. Szóval most talán nem olyan könnyen tud jó minőségű életet biztosítani az ilyen Whole Foods Market pozíció. Viszont aki nem átlag dolgozó, mint például én, aki takarít, aki azért csak takarít, és azért maradt abban a pozícióban, mert igazából 18 dollár valamennyi az már eléggé igazából jóval jobb, mint a 15 dollár kezdő, és amúgy sem akar feljebb emelkedni az ember, mert más terve van az életével, nem akarja lefoglalni az agyát egész nap a Whole Foods Markettal, hanem filmekkel, forgatókönyvekkel, ötletekkel akarja lefoglalni az agyát, és ezzel is foglalom le az agyamat. De a lényeg az, hogy aki nem akar feljebb emelkedni a Whole Foods-ban, az marad ennél a 15 dollár kezdőnél, vagy emelkedik úgy, hogy minden évben
emelik a fizetését. De viszont magasabb pozíciókban jóval jobb tud lenni a fizetés. Majd lehet, hogy elő is lesz videó, hogy a különféle rang szinteknél milyen fizetés van a Whole Foods-ban, meg a több másik helyeken esetleg. A amerikai verseket költő, pólókat készítő kisereg videója alá írta Andris Skullcandy, Potater, Poetater, úgy írta. Legtöbben nem biztos, hogy le fog esni nektek, hogy mi ebbe a lényeg, de értettem a kommentedet, és jó ötlet szerintem. Ha találkozok megint a kisereggel, akkor megmondom neki. Troll Salab Whole Foods hentes videó alatt szerintem odaírtad. Pacalt árultok? Nem tudom, hogy ez vicc kell, hogy legyen, vagy nem, de nekem ez a pacal szó. Én csak azért olvastam fel ezt a kommentet, mert szerintem nem biztos, hogy komoly ez a komment, de a pacal szó számomra nagyon vicces. Amikor fiatal gyerek voltam, amikor kisgyerek voltam Magyarországon, akkor a nagyszüleim csináltak egyszer-kétszer, hát nagyon, nagyon ritkán, de néha volt pacal, és egyáltalán nem ízlett, de pacal szó mindig vicces volt számomra. Főleg amikor hallottam a Mucsit, a magyar színész komédia kis rövid jelenetekben, vagy rövid filmecskékben, YouTube-on is meg lehet tanulni. Úgyis ismeritek, tudjátok, ez a Mucsi. Beszólogat embereknek, az egyik beszólása az, hogy pacalartú állat. Szóval, az nem tudom. Szóval ez a pacal szó vicces számomra, ezért akartam felolvasni a kommentet. Remélem, hogy nem pazaroltam senkinek az idejét azzal, hogy felolvastam pont ezt. Na mindegy. Ja, amúgy nem árulnak pacalt. Azt sem tudom, mi ez a pacal. Szóval lehet, hogy árulnak, csak nem tudom, melyik az állatnak melyik része, vagy ilyesmi. User U4GU4RZ6B. Szia Ádám! Én azt szeretném kérdezni, hogy neked melyik amerikai nagyvárosok tetszenek legjobban? A legtöbbünknek, akik itthon élnek, és még nem voltunk kint, talán New York, Los Angeles, mi a véleményed ezekről a városokról? Jártál már ezekben? Másabbak a nagyvárosokban ott is gondolkodásban az emberek, mint idehaza a budapestiek? Te el tudnád még képzelni, hogy haza költözöl, és ha haza, akkor vidékre költöznél, vagy Budapestre? Nagyon érdekelne ilyen jellegű videó. Hát, nem tudom, hogy pontosan ilyen jellegű videót hogyan fogok csinálni, de lehet, hogy egyszer előfordul, de lényegében azt tudom mondani, hogy nekem New York, meg Los Angeles, hát Los Angelesben még nem voltam, de New Yorkban igen, viszont New Yorkban nem voltam annyit, hogy annyi ideig, hogy bele tudjak szeretni, vagy meg tudjam volna utálni. És hogy meg tudjam utálni. De nem tudom, engem nem tudom, igazából én utazás, világot látás érzése miatt szeretem ezeket a helyeket meglátogatni, de nem akarnék egyáltalán New Yorkban élni. Egyrészt a levegő minősége szar, szóval kártékony a levegő ott. Másrészt túl zsúfolt, túl sok az energia az utcákon. Én inkább ilyen nyugisabb vidéki életet szeretnék, és Magyarországban ez hiányzik, hogy Magyarország automatikusan kicsi ilyen vidékiesebb amúgy is, még a városokban is kicsi vidékiesebb az amerikai városokhoz képest. Ha van is város Magyarországon, már van nyilván, de hogy a város, amik ott vannak, azok nem annyira tornyosulnak az ember fölé és veszik körül az embert. Itt, hogyha van város, akkor egyszerűen meg van lendülve a várossága a városnak, hogy úgy érzi az ember, hogy nem tud annyira. Nagyon sok energia van. Viszont ezt a sok energiát én szoktam szeretni, de nem 24 órában, 7 nap, hetente. Szóval nem akarok New Yorkban élni meg ilyen helyeken, és nem költöznék Budapestre egyáltalán szerintem, hogyha Magyarországra költöznék, hanem valami vidéki helyre, mondjuk Tatára, ahonnan származok. Vagy esetleg Tatához közel valami kis vidéki hely. Vagy nem tudom, valami dombosabb helyet. Valószínűleg valami vidéki, de dombosabb helyet szeretnék. Szeretem a dombos területeket. Na most például eléggé beleszerettem én és a barátnőm Jalen is ebbe a Asheville nevű környékre, helyre, Észak-Karolinában, North Carolina, Asheville. Szóval ez ilyen dombosabb vidéki hely. Szeretem az ilyesmit. Ja, a gondolkodása az embereknek szerintem mindenképp másabb mindig, hogyha nagyvárosban és vidéki helyek. Szóval ez a különbség mindig megvan az emberekben.
New Yorkban, Los Angelesben, meg az ilyen nagyobb városokban rohadt sokszor hallja az ember a dudát, autósok dudálnak egymásra, ezt nem én tudom saját tapasztalatból, hanem hallom podcastekből, meg azoktól, akik ott élnek, hogy emberek egymás seggébe vannak a kocsival például, és menni kell. Úgy hallom, úgy tudom, hogy úgy is tapasztaltam, hogy Budapesten is egyfajta menni kell. Viszont ilyen vidékiebb helyeken az emberek nyugodtabbak. Még ha meg is állsz, és esetleg túl lassan mész, nem dudálnak le. Például Texas, Georgia, meg ilyenek. Ott voltam mind a két helyen, és nyugodtabbak az emberek, nem sietnek annyira. De ezek vidéki helyek. Szóval, ja, különbség mindig van. Dézsin 1. Kapcsolódó. Milyen módszerrel a legkönnyebb, legeredményesebb az angol nyelv elsajátítása? Az jutott eszembe most, amit valahol hallottam annó, mármint, hogy magyar feliratos angol nyelvű filmeket kell nézni, és ragad a nyelv. Valóban? Hosszú távon ez működhet? Én németet tanultam az iskolákban, folyamatosan angolul nem tudok, csupán néhány szót, kifejezést. Jó kis kérdés ez. Egy embert ismerek gyerekkoromból Magyarországon, magyart, aki nagyon jól megtanult angolul, saját maga módján, Cartoon Networköt, meg az ilyen angolul beszélő műsorokat nézte nagyon sokszor gyerekként is, és biztos úgy ráragadt a nyelv. Szóval nagyon jól beszél angolul ahhoz képest, hogy nem hivatalosan ilyen iskolába ment angolt tanulni. Mondjuk gondolom biztos angolt tanult az iskolában, de annyira jól ráragadt az angol, hogy tudja. De én azt mondanám, hogy egyszerűen ja, és nincsen tapasztalatom azzal, hogy feliratosan nézni valami műsort. Próbálkoztam a japánt még jobban megtanulni, mert ugye valamennyire beszélek japánul, meg olvasok is. Próbáltam még jobban megtanulni a japánt úgy, hogy nézek japán műsort, japán dolgokat, és felirat ott van meg innen, de valahogy nem ragadt rám. Szerintem úgy a leghatékonyabb megtanulni egy nyelvet, hogy az ember oda megy, ahol ezt a nyelvet beszélik, és egyfolytában abba mártozik bele napi szinten. Minél többször tudja az ember, annál jobban ráragad. Ez a leghatékonyabb szerintem. De nincs más megoldás, akkor ilyen anyagot kell nézni egyfolytában. Úgy kell, hogy az agy kényszerítődjön arra, ne legyen más választása, mint hogy megtanulnia a nyelveket, vagy a szavakat illetve, ahhoz, hogy értse, hogy miről szól a műsor, vagy mi a lényege. De ahhoz valahogy ilyen kényszerérzet kell. Ez pedig csak általában ez ilyen élet, az ember életében szokott lenni. Nem, mármint a való életben, amikor muszáj egyről a kettőre jutni, és ahhoz meg kell tanulni a nyelvet. Szóval úgy szokott ez leghatékonyabb lenni szerintem. Műsort nem muszáj nézni, nem muszáj érteni. Jalen barátnőm megérkezett. Na, folytatjuk. Speedy Gonzál, gondolom González. Hello, 3 éve dolgozom az Ubernek Angliában, meg a Deliveroo-nak, és a Just Eat-nek. Itt nálunk Angliában az Uber nagyon gyengén fizet. Nálad van Deliveroo, vagy Just Eat? Ja, és itt a McDonald's full koszos, igénytelen, és kávé minden megrendelésre 20 percet kell várni, pont. Hát amikor képernyőt lefényképeztem ezzel a kommenttel, akkor nem nyitottam fel a többi részét a kommentnek, szóval bocs, hogyha több mást is kérdeztél. Viszont a lényeg, hogy itt csak a DoorDash, DoorDash, DoorDash van Uber, és a Deliveroo-ról nem hallottam soha, bár lehet, hogy van, és Just Eat-ről sem hallottam. De hogyha ezek angolul vannak írva, akkor vagy nagy dolog Egyesült Királyságban helyeken, de ezekről nem hallottam itt. DoorDash, meg Uberről hallottam, meg a Lyftről. A Lyft is ilyen Uber dolog, de azzal embereket szállít az ember. Hogy a McDonald's full koszos igénytelen ott Angliában. Ja, nem tudok erre mit mondani. Itt nem szoktam ilyen McDonald's-okba járni, szóval nem tudom, hogy itt milyenek, de úgy tűnik, hogy nem igénytelenek, úgy szépek belülről, de gyors éttermi szintű szépek, szóval nem normális étterem szintű szépek. Benkő János. Szia Ádám, szeretném kérdezni, hogy az ideiglenes rendszám, ami az autódon van, azt hogy kapod meg? Tehát a kereskedő kéri meg az autóra, vagy neked kell regisztrálni az autót?
Illetve az autóra nálatok is van műszaki vizsgálat időszakosan? Mikor kapod meg a rendes rendszámot? És mi a menete? Köszönöm előre is a válaszodat. Elmondom, hogy mi történt, amikor megvettem ezt az új kocsit. Itt parkol mellettem. Kávézóhoz sikerült parkolnom szerencsére. És a többi részletet majd elmondom nektek, meg utána kell kicsit jobban járnom, hogy azért részleteket én is pontosan tudjam. És belerakom egy olyan videóba, ahol elmagyarázom, hogy lehet Amerikában autót venni. Meg van egy-két jelenet azért az autókereskedő helyen is, ahol megvettem a Toyota Corollámat nemrég. Szóval lesz majd egy külön videó autóvételről Amerikában. Most egyelőre annyit mondok, hogy én azt tapasztaltam, és azt tudom, hogy igazából ezek az autók az autókereskedőknél, az autókereskedés maga veszi meg rá és oldja meg ezt a rendszámot, ideiglenes rendszámot, és amikor átveszed az autót, akkor ez a rendszám jön veled. Ez az ideiglenes rendszám, és ez 45 napig jó az ideiglenes rendszám. Aztán utána venni kell egy maradandó rendszámot, hogy mondják, és azért már te fizetsz. De ez az ideiglenes rendszámért nem kell fizetned extrában. Ha jól tudom, nem kellett fizetnem extrában. De nyilván 45 nap múlva lejár. És az alapján, ahogy itt írva van ez a komment, meg gondolom, hogy Magyarországon amúgy is talán kötelező műszaki vizsgálatot csináltatni időszakosan az autókon. Ezt jól tudom? Vagy jól értem? Itt nem kötelező. Szóval, ja, itt nem kötelező műszaki vizsgálat minden, nem tudom, évben, vagy ilyesmi, vagy minden, nem tudom, hány évben. A rendes rendszámot akkor kapom meg, amikor elmegyek és fizetek érte, és regisztrálom, hogy mondják ezt, a hivatalnál, ahol szokták ezt regisztrálni, meg megoldani. És ezt akkor csinálom, amikor akarom, 45 napon belül. De 45 nap múlva már lejárt rendszámmal mennék helyekre, hogyha nem vettem volna egy saját új rendszámot. Szóval egy ideiglenes rendszám lejárás ideje előtt kell ezt megoldani nyilván. Köszönöm előre is a választot. Ja, szívesen, jó. Highwayman 2195. Ezt az ételkiszállítós dolgot mondjuk pont a régi, sok mérföldes autóddal kellett volna csinálni. Ott már nincs amortizáció, nem probléma bár újabb karcolás, stb. Egy ilyen új autóval plusz 5000 mérföld is $1000 értékvesztés lehet. Van ebbe igazság, persze. Meg sokan írtatok ezzel kapcsolatban, és majd bele is megyek ebbe a témába jobban, mert tudom, hogy lesz még itt komment, amit olvasni fogok, amikor erről van szó, hogy amortizáció így, meg úgy, meg új kocsival, miért az új kocsival csinálom, meg ilyenek. Az a helyzet, hogy nem arra vettem ezt az új kocsit, hogy überezzek. Nem is gondoltam erre az überezésre, amikor megvettem ezt az új kocsit. Ezt az új kocsit azért vettem, mert a Hondám, amit láttatok csomó videóban, szóval az a mechanizmus, az a gépezet, ami a kormánynak a forgatását megkönnyíti, nem tudom miért, de a angolul power steering, ez tönkrement a Hondámba, és valószínűleg abból valami folyadék kijött, és mindenféle helyre ott a motorháztető alatt bement, és ilyen égett műanyag, égett gumi, vagy égett olaj, nem tudom milyen szag volt, ami szivárgott be a szellőzőn, a kocsiba be. Ezért igazából nem tudtam tovább vezetni a Hondát, és sürgősen lépnem kellett venni valami új kocsit, viszont tudtam azért kölcsönvenni mondjuk néha anyám kocsiját, meg néha a barátnőm is segített, mondjuk elvitt munkahelyre, vagy elvitt dolgozni, meg ilyenek, meg hazahozott, meg ilyesmi. Szóval volt kire támaszkodom, de eltelt 2 vagy 3 hét, mire találtam egy olyan kocsit, amit szeretnék is, mert nem terveztem kocsit venni. Szóval ezt a Corollát, Toyota Corollát igazából rá kellett jönnöm, hogy talán Hondát akarok, vagy Toyotát, és akkor úgy döntöttem, hogy most már egy másik fázisváltás legyen, és Toyotát szeretnék. És akkor megtaláltam ezt a Toyota Corollát, megtaláltam, hogy fehérbe, megtaláltam, hogy ilyen évjárat, megtaláltam, hogy így néz ki, és ez megtetszett, nagyon beleszerettem, és megvettem. És ennyi. Ez az überezés később következett. És igen, bevallom nektek, hogy az amortizáció zavar engem. És nem is... De igazából mielőtt akkor ezeket a kommenteket olvastam volna, már akkor kicsit zavart. Úgy voltam el, hogy annyira új ez a kocsi, annyira szeretem, hogy nem akarok itt össze-vissza vezetgetni, és embereknek kiszállítani kaját. Szóval igazából ez az überezés, ez nem arra van nálam, hogy ebből meggazdagodjak, vagy ez lecserélje, vagy leváltsa a Whole Foods Marketot, nem. A Whole Foods Marketban dolgozok 4 napot hetente. És ezt még nem meséltem el nektek, de már nem dolgozok a Woodcraftnél, hanem a Whole Foodsban dolgozok most már csak 4 napot hetente. Ez a YouTube csatorna is valamennyi pénzt, extra kis pénzt generál, bár nem olyan sokat, attól függ mennyi videó, nyilván mennyi nézettség.
és ez plusz még az Uber. Szóval az Uber az csak így kiegészíti a helyzetet, hogyha úgy látom, hogy túl alacsonyan áll a bankszámlám, már úgy túl alacsonyan, hogy túl alacsonyan ahhoz képest, ahol ami nekem kényelmes, ami nekem elfogadható, akkor elmegyek egy kicsikét Uberezgetek. De nem tervezek itt több mint hetente egy 7 órás, szóval több mint 8 órát hetente nem tervezek vezetgetni az Ubernek. Szóval van még itt ez a YouTube csatorna is, meg azért a Whole Foods 4 nap alatt azért nem rosszat fizet, sőt, körülbelül olyan $800 keresek a Whole Foods-ban ezzel a heti 4 nappal a két heti fizetéskor. Szóval kétszer 4 napot ledolgozni, a két heti fizetés meg a megjön, akkor az olyan $800. Sándor S, nem tudom, 55-26. Minden tiszteletem, Ádám, nekem ezekben a munkákban az nem tetszik, hogy a saját eszközöt kopik. Kopásdíjat még le kell számolni a 12 dodóból. Illetve, hogyha összetörik saját hibádból, és lesz egy 2-5-7000 dolláros károd, akkor 5 hónapig ingyen dolgoztál? Te mit gondolsz erről, Ádám? Én már dolgoztam saját kocsival Magyar Honba, amíg odébb nem löktem és betonvirág ládát, meg valaki nem húzta a kocsimat és hagyott ott cserben. Aztán mondom, ez így nem éri meg. Itt azért kevesebb esélye van annak, hogy azért beléd jönnek, meg itt minden, vagy hát nem tudom, Magyarországon talán olyan nagy az esély ennek, de azt akarom mondani, hogy igen, ez megint erről az amortizációról beszélő téma. Ja, szóval bevallom, azért nekem is, engem is zavar ez, hogy a kocsi amortizálódik ezen keresztül, de ez engem ilyen, szóval ezt tudatosan végig se gondoltam, mikor már éreztem, hogy valami nem stimmel, valami nem tetszik abban, hogy vezetem ezt az új kocsimat, amit annyira szeretek, beleszerettem, amikor ránéztem. Szóval igen, ez az amortizálódási dolog nekem nem tetszik, és amint megvettem a kocsit, és szóval amint elkezdtem ezt az Uber dolgot csinálni, először tökörültem, hogy így is lehet ilyen könnyen pénzt keresni. De aztán adólevonás után, meg benzin, meg igen, hogy ilyen sokat forgatom a kormányt, ide-oda megyek vele, szóval órákon keresztül, olyan, mintha egy országos túrára mennék igazából, hogyha mondjuk ledolgozok vele 7 órát. Mondjuk nem dolgoztam soha levele 7 órát, maximum 4 órát dolgoztam eddig vele, de az is már ilyen tök soknak érződik, úgy érzem, hogy Nem helyes, hogy egy ilyen szép új kocsival ezt csinálom. Mert nem azért, hogy csak hogy nem helyes mások szemében, hanem mert nekem nem tetszik, mert tényleg szeretem ezt a kocsit, és nem akarom sokszor erre használni. Szóval igazából úgy döntöttem, hogy ez az Uber csak egy ilyen pénzkiegészítésnek lesz jó, de nem fogom ezt túlzásba vinni egyáltalán. Szóval egyetértek veletek, igazatok van. Zoltán Gyula Kucsera 62-68. Szia, ezt még a másik kettő munkád mellett csinálod? Szóval a másik kettő munka alatt biztos azt érted, hogy a Woodcraft meg a Whole Foods, de nem, mint ahogy előbb is mondtam, a Whole Foods van most már csak 4 nap hetente, plusz az Uber pénzkiegészítésként és a YouTube. Jani Jag 9082. Hali, jó kis ismeretterjesztő videó. Elég érdekes, az Uber videóra gondolom. Elég érdekes, hogy az USA, vagy az USA-ban van a legtöbb GMO-s kukorica, glifozátos szójatermesztés, és nem tudom, hogy lehet kikerülni ezekből készült mindenféle élelmiszert, vagy éttermi készételt. Itt Európában, meg főleg nálunk, tiltott a GMO-s gabona behozatal, de kezdik felpuhítani ezt a tiltást az USA nyomására. Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy itt USA-ban milyen a helyzet ezekkel a élelmiszereknek a minőségeivel. Legtöbben talán tudjátok, hogy tisztában vagyok ezzel. Úgy lehet ezeket kikerülni, hogy az ember USDA Organic címkés ételt vesz, és van még másféle címke is, ami rajta szokott lenni, vagy nem címke, ilyen rá van nyomtatva a csomagolásra. Ezek ilyen igazolások, vagy hogy mondjam ezt. Szóval ilyen külső cégek, vagy mik, fizetve vannak, hogy bemenjenek és igazolják, hogy igen, ez a termék ilyen meg ilyen mentes, ez a termék organikus, szóval bio. Nyilván a bio standard más, mint a organic standard, mármint Magyarország meg USA között különbségek vannak nyilván. Szóval tisztában vagyok ezekkel a különbségekkel, és én úgy kerülöm ki, hogy igen, ilyen címkés, ilyen igazolt, meg ilyen magasabb minőségű dolgokat eszek csak. Például gabonával táplált, vagy táppal táplált
marhahúst soha nem eszek. Nem bízok a minőségével, szerintem a zsírtartalom az rossz fajta zsír. Csak fűvel táplált marhát eszek, csak például. De az is organikus kell, hogy legyen. Meg ilyenek. Szóval így ki lehet kerülni, hogy az ember elolvassa, mi van rajta, elolvassa az összetevőket. Nem tudom, hogy jól tudom, Magyarországon a csomagoláson nincsen rajta, hogy minden összetevő. Itt kötelező, hogy rajta legyen az összetevők listája. Pontosan miből van összerakva, nem? Hogy milyen mértékben van az összetevőkben, milyen mértékben vannak, de mondjuk például, ha az első összetevők között találod, mondjuk az első, amit találsz az összetevők között, hogy nem tudom, mondjuk gabona, akkor a gabonából van legnagyobb százalékban abban a termékben. Például a kenyérben valószínűleg ezt találná az ember, hogy a csomagoláson ez van írva, és ahogy ez a második, harmadik, negyedik összetevő, az annyival kevesebb van benne. Szóval a legnagyobb százalékban az elsőnek listázott anyag, vagy összetevőből van abban a termékben. És a legutolsó, ami a listán van, az tartalmazza a legkevesebbet a termék. Szóval az ilyeneket elolvassa az ember, és tudja, hogy mit eszik itt Amerikában. Tamás József Szabó 632. Szia, biztos nem figyeltem eléggé. Azért nem tudom, hogy melyik városban szállítasz ki. Te biztos jól figyeltél, mert én sajnos nem említettem meg a videóba, ezt elfelejtettem, bocsi. De a Cincinnati környékén szállítottam ki, mivel a Cincinnati környékén élek, ezért itt logikus. Szóval az Uber munka videóban ott szállítottam ki, Cincinnati környékén, Ohio. Mr. Freeman 3174. Szia, jól látom, hogy a gyors éttermekben dolgozók a videóban mind négerek? Nem. Igazából jó, persze sokan vannak, de nem. Valószínűleg csak pont azokból a pillanatokból került bele a Uberes videóba legtöbbször, ahol pont feketék dolgoztak. De nem. Vannak sokan fehérek is. Szóval, meg más bőrszínű emberek is. Szóval nem. De persze azért sok fekete dolgozik ezeken a helyeken. Igen, a feketék úgy általában alacsonyabb pénzkeresetű emberek szoktak lenni általában, de ennek van történelmi oka. Szóval tudjátok úgyis ezt a témát. De ja, gyors éttermekben általában az embereknek a alacsonyabb keresetű emberek szoktak dolgozni, mert alacsony a kereset. Szóval ja. Na, erről sokan írtatok. Zimik T, meg sokan mások írták, 18 percnél a szegény nő az italát nem kapta meg. Szóval valószínűleg az történt, hogy meg kettő kaját szállítottam ki egyszerre, és kettő külön helyre kellett menni, hogy leadjam az elsőt és leadjam a másodikat. Az elsőnél, szóval az történt, hogy a második kaja felvétel után azt a kaját, amit másodikként felvettem, az oda mentem először. Nem azért, mert indítottam így, hanem az Uber oda vezetett engem. Szóval másodikként felvett kaját, az először vittem ki az emberkének, és neki adtam oda az italt, a beton teraszára, vagy beton micsodájára le is raktam. Ott volt éppen, hogy az Uber applikáció elkezdett hűlni, és kiakadt. Szóval valószínűleg ez történt, és valószínűleg ezért tűnt így. De az a lány, akinek odaadtam a kaját, neki nem, eleve nem járt ital, mert az előzőnek adtam oda az italt, mert ő rendelte. Vagy lehet, hogy én csesztem el valamit, de szerintem biztos, hogy így volt, ahogy előbb mondtam. Richard Németh 7683, durva ez a sok autópálya. Igen, itt Amerikában nagyon-nagyon ritka, hogy az ember autópálya nélkül megy egy helyről a másikra. Ha csak nem ugyanabban a kis városkában közlekedik egy helyről a másikra. Munkába autópálya nélkül soha nem mentem még. Szóval itt autó nélkül nem nagyon lehet megélni, ha csak nem valahogy az embernek tényleg sikerül olyan közelségben lenni egy buszmegállóhoz, hogy pont közel van, akkor úgy meg lehet talán oldani, de autó nélkül itt Amerikában nehezebb, sokkal nehezebb. Persze a várostól is függ egyrészt, másrészt meg
Szóval nagyon sokan lájkoltátok azokat a kommenteket az Uberes videón, ahol arról volt szó, hogy a felgyorsított felvételeknél milyen hangos volt a felvétel, hogy sokaknak zavaró volt, mert túl ilyen hirtelen hangos volt, meg ilyenek. Szóval az történt szerintem, én konkrétan emlékszek, hogy szerkesztés közben megfogtam az egész sávot, ami direkt külön sávra raktam az összes felgyorsított felvételnek a hangját, és azt az egész sávot én lehalkítottam. És valószínűleg az történt, hogy amikor exportáltam a videót a szerkesztő programból, hogy egy normális videó legyen belőle, amit feltettetek YouTube-ra, exportálás közben valahogyan az a sáv nem lett olyan halk, amilyen halkra lehúztam. Szóval valamiért hangos maradt, és amikor átnéztem a videót, akkor pont nem vettem észre, hogy azok olyan hangosak maradtak volna. De én nem szoktam ilyen dolgokat figyelmen kívül hagyni, tudom, hogy zavaróan hangos volt. Bár néhányan említettétek azt is, hogy még kellemes is volt, hogy hallani lehetett a hangokat, de valószínűleg lejjebb vehet, szóval valószínűleg így is úgy is lejjebb kellett volna bennem a hangját. Meg egyesek mondták, hogy valami zenét is berakhattam volna. Nem akartam zenét berakni, mert nincsen olyan nagy választékom a zenék közül, amiket fel tudok úgy használni, hogy ne legyen jogvédés sértés, vagy hogy mondjam. Szóval kihagytam a zenét. Meg a valóságot akarom adni. Zenével hangulatot keltek, és általában a hangulatkeltés a valóságtól el tud venni. Szóval úgy döntöttem, hogy nincs zene, itt van a valóság, viszont lehetett volna halkabb. Halkabbra is vettem. Nem tudom, mi történt a exportáláskor, de legközelebb erre odafigyelek, és nem engedem, hogy még egyszer ilyen legyen, mert ez engem is nagyon zavart, amikor már fel volt töltve, csomóan láttátok, aztán megnéztem én is, mondom, itt süvít a szél, mint az állat, el sem hiszem, hogy ilyen hangos lett. Szóval ez nem direkt volt, odafigyeltem, de valami történt a exportáláskor, na mindegy. Torok Bálint, 24-29, úgy tudom, a vendéglátásban fizetéskor gyakorlatilag kötelező a borra való. Ha futárral viszik, vagy futárként szállítod, akkor ez nincs. Nem tudom, hogy mennyitöknek volt tiszta ez, és igazából talán ezt sem nagyon említettem, mert azt hittem, hogy teljesen egyértelmű. Nem tudom, de mindegy. A borravaló ebben az überkedésben úgy működik, hogy az applikáción keresztül adják a borravalót, és amikor megjelenik, felpattan az applikációban, az Ubernél, hogy itt van egy ilyen potenciálisan mondjuk 7 dollárt lehet keresni 15 perc alatt, vagy 15 dollárt 30 perc alatt, valami ilyesmi, ja, akkor igazából abban a pénzmennyiségben bele van kalkulálva az is, amire számítanak, hogy borravalót fog adni, mert ugye nem tudom mennyi, szóval a pénzmennyiség, amit költenek kajára, annak bizonyos százaléka a borravaló. És szóval a borravaló már bele van kalkulálva abba az árba, amit én látok, amikor eldöntöm, hogy elfogadom-e a kiszállítást. És elfogadom, és attól függően, hogy érzik magukat a vevők, amikor megkapják a kaját, ha úgy érzik, hogy nagyon sokáig tartott kiszállítani, meg kihűlt a kaja, meg fasz tudja, akkor ezt a borravalót még egy órájuk van a kiszállítás kaja megérkezése után van még egy órájuk megváltoztatni ezt a borravaló mennyiséget. Van, aki leviszi 1 dollárra, valaki felviszi magasabbra, van, aki meghagyja, legtöbben biztos hagyják úgy, ahogy van. De például a barátnőmnek volt már olyan, mert ő is elkezdte az überkedést csinálni, csak hogy ő is kiegészítse a pénzét, vagy a bevételét. És mondta, hogy neki már csomószor, vagy nem csomószor, de már előfordult neki néhányszor, hogy valószínűleg egy nagy borravalót raktak rá, amikor szóval az Uber nagy borravalót mutatott neki, és ő kiszállította, és miután ki lett szállítva, levették 1 dollárra, mert azt akarták, hogy mindenképp el legyen fogadva, vagy mindenképp gyorsan valaki ráugorjon a kaja kiszállításra, és kiszállítsák a vevőnek. Szóval ezzel vevők tudnak parasztok is lenni. De ja. És igen, gyakorlatilag kötelező a borravaló a vendéglátásban fizetéskor. Igen, olyan értelemben kötelező, hogyha nem semennyi borravalót nem adsz, akkor eléggé lenéznek. Mert nagyon, nagyon alappá vált, igen, szinte kötelező, de nem kötelező, szóval nem jönnek oda hozzád, hogy képzeled meg ilyenek. Szóval nagyon nem fog megtörténni itt Amerikában. Attila Nagy, 1981. Bocskor Gábor sok-sok évvel ezelőtt megmondta, hogy a buták paradicsoma Amerika.
Európában sok helyen ugyanazt a pénzt meg lehet keresni, nem kell a tengeren túlra menni ahhoz, és még az életvitel is jobb. Szerintem igaza van. Hát Attila nagy, nem tudom, hogy jártál-e Amerikába, és nem tudom, mennyire bízhatunk meg ebbe Bocskor Gábor embergébe, de nem, én szerintem ez nem így van. Legtöbb értelemben, főleg most, legtöbb értelemben az életvitel értelmében kényelmesebb, biztonságosabb, stabilabb szerintem az itteni élet. És nyilván nem lenézésként mondom ezt, Magyarországot nem tudom lenézni, hát onnan jöttem, de szerintem nem így van. Szóval, de jó, persze azt a kifejezést használtad, hogy ugyanazt a pénzt meg lehet keresni. Meg lehet valószínűleg. Valószínűleg minden országban majdnem, vagy legtöbb ilyen fejlett országban, mint Magyarország, vagy Amerika, vagy Anglia, vagy akár, legtöbb ilyen országban meg lehet keresni, csak mindig talán egyik helyen nehezebb, mint máshol. Hát itt Amerikában könnyebb, mint Magyarországon megkeresni azt a mennyiséget, és azt az életvitelt megkapni, amit az ember... Ja, szóval megkapni, ja. De az biztos, hogy vannak dolgok, amik különböznek, talán kulturailag, és azt nehéz, azt talán nehezebb megkapni itt Amerikában. Például az emberek szorosabban összetartanak Magyarországon szerintem, már nem a nép, mondjuk talán nem tudom, hogy most milyen helyzet politikailag, de hanem a család, meg a barátok valószínűleg jobban összetartanak, meg segítenek egymásnak Magyarországon, mint Amerikában, mert Amerikában könnyebb. És ezért hogy több a pénz, és több szervizre futja az embernek a pénze, akkor már kevesebbszer kell a barátját felhívni, és így kevésbé tud erősebbé válni a kapcsolat, mert nem támaszkodnak egymásra annyira emberek itt, mint Magyarországon. De ez államtól is függ, meg várostól is függ nyilván. Meg rasztól is függ. Feketék jobban összetartanak, mint a fehérek. Dami 33-33, 11 perc, 15 másodperc az Uber videónál. Itt a te járgányod motorja járt, vagy a szemközti parkoló terepjáróé? Remélem bezártad a járgányt, nem hagyod ott nyitva, pláne járó motorral, mert lehet oda rendelnek, aztán ellopják, amíg az ajtóig slattyogsz. Eléggé ritka, hogy olyan helyen járok, meg eleve ez olyan helyek is inkább ritkábbak, eddig itt Amerikában, ahol éltem, ahova mentem, ahol félteni kéne a kocsit. Régebben itt Amerikában, amikor először ide költöztünk, azon voltunk meglepődve én és anyám, meg bátyám is, amikor itt volt velünk valamennyi ideig, meg a nővérem is, hogy sokan az ablakot se húzzák fel, mikor bemennek parkolóba, ott hagyják, bemennek élelmiszerboltba. Nem kell tartaniuk attól, hogy valaki betörne, vagy elvinne, vagy elvenne akármit. Szóval legtöbb helyen igazából ez nem probléma. De hogyha nagyon távol mennék az autómtól, vagy főleg, hogyha olyan úgy kéne mennem, hogy szem elől vesztem az autómat, akkor mindenképpen bezárom és magam viszem a kulcsot, nyilván motort leállítom. Funny JNK. Szia! Elől miért nem kell rendszám legyen az autódon? Köszi a választ. Nem tudom. Törvényileg, hogy pontosan mik a részletei, hogy miért döntöttek így, azt hiszem, hogy itt Ohio-ban nemrég döntöttek így, azt hiszem, hogy néhány hónapja lett ez megváltoztatva, hogy nem kell előre már rendszám. De nem tudom miért. De igen, jól vette részre, nem kell előre rendszám, csak hátul. David's Stock Musics. Ilyen videók még jöhetnek. Imádom a riportfilmeket, a srác karaktere nagyon megnyerő. Nyilván a Corey nevű barátomnak a kártya és játékboltjáról van szó abban a videóban, ezelőtti videó. Nyugodt, kellemes. Javaslat. A feliratnál inkább két sorban előre többet ír ki, nem baj, ha még nem jár ott beszédben, de sokszor az egysoros real-time felirat kapkodós. Ezt legfőbbképpen azért is olvastam fel, hogy megkérdezzelek titeket, hogy légy szíves, kommentbe valahova írjátok már le, hogy szeretnétek, mi lenne a legjobb. Real-time, néhány szó, darabokban legyen a felirat, és akkor a felirat végéről az elejére ugrani a következő megjelenő feliratnak könnyebb, mert kevesebb a távolság, kettő között a szemnek könnyebb. Így lenne a jobb, vagy írjam ki a teljes képernyőre egy sorban, vagy lehet kettősoros is? Melyik lenne szerintetek a legjobb?
kétsoros, egysoros, vagy egysoros, nagyon rövid. Csak gyakrabban váltogatja egymást. Vagy kétsoros és nagyon ritkán váltja egymást. Ja. Valószínűleg nekem a kétsoros sokkal könnyebb lenne számomra. Nokia-s 12345. Érdekes ez a név, pont azért, mert az a kérdés, ami itt jön. Hello Adam, jó lett az a videó is, főleg azért, amiért nem azt a nagy menő Amerikát mutatja be, hanem az egyszerű átlagember életét. Ami szembe tűnt, hogy másik telefonod van. Jól látjátok. iPhone SE első generációm volt egészen eddig, amíg ti ismertetek a YouTube-on engem. Három telefonon mentem át, mire most vettem egy ilyet, és ezt csak azért vettem, ezt a nagyobb iPhone SE második generációt, mert az első generációnak a hardverje nem tudja, nem lehet felinstalálni azt az operációs rendszer update-et, amin az Uber applikáció most tud futni. Ezért csak az Uber applikáció miatt vettem ezt az új telefon, de ez sem igazából új, mert ez csak az iPhone SE második generáció, nem volt drága, azt hiszem, hogy elfelejtettem, mennyi volt az ára, de 200 alatt volt. Lényeg, hogy kicsivel nagyobb. Ezzel kapcsolatban is kérdezném, hogy mennyire számít etalon, prestízs telefonnak az iPhone? Mi ez az etalon? Nem leszólásként kérdezem, nem tudom mi ez, biztos jelent valamit. Azt gondolnám, hogy aki telót cserél, az mindig a legújabb készüléket veszi, bár nem tudom, hogy az átlag hogy tudja megengedni magának egy nagyobb értékű készülék vásárlását. Itthon azt látom, sokan túlvállalják magukat tovább nyújtózkodnak, mint ahogy a takaró ér. Szimpatikus ez a szerény hozzáállás, hogy el vagy egy régebbi típussal. Üdv, Tamás! Üdv! Igen. Épp ez pontosan így van, hogy el vagyok én a régi verziókkal is, bevallom, amikor ezek az okostelefon dolgok elkezdtek megjelenni, valahogy engem sohasem vonzottak. Nem érdekel az érintő képernyő. Nem élvezem. Szeretem a gombok tapintását, szeretem, hogy az ujjamnak vannak formák, amiken végig tud futni az ujjam. Szeretnék tudni úgy talán nyomkodni dolgokat a telefonomon, persze nem pötyögni, beírni dolgokat, de úgy nyomkodni, hogy nem nézek oda. Én azt tök szerettem a gombos telefonokba. Na mindegy, ez egy olyan paradigma változás, ami ez az érintőképernyős paradigma dolog, és én nekem valahogy nekem soha nem jött be. Szóval azért veszek ilyen olcsóbb, nem új telefonokat, mondjuk ez iPhone, de iPhone-hoz hozzászoktam, szóval most azt használom, és azt szeretem jobban, mert kényelmesebb, mert hozzászoktam. Mert nem érdekel ez az egész okostelefon dolog engem. A GPS nagyon értékesnek tartom, nyilván telefonálás, SMS-ezés, ezeket élvezem bele, ez jó, de nem ennyire érdekel engem. Meg persze nagyon sok videómat csináltam, mert főleg eleinte ez az iPhone-nal, mondjuk nem ezzel, hanem az előző verzióval, arra tökéletes volt. Szóval okostelefon tök jó dolog tud lenni, de én nem szeretem túl lihegni, engem nem érdekel, hogy megjelent ebben az évben az újabb verzió. Egyszerűen nem érdekel. Nem kell az új dolog, nekem az kell, ami nekem tetszik, és ez nekem teljesen megfelel. És egyszerű is. Én azt sem szeretem, hogy több, mint egy kamera lenne rajta. Legyen egy kamera, ez ennyi elég. Mert nem akarok extra kamerákért fizetni. Egyszerűen telefon kell, nem kamera. Ha kamera kell, akkor kamerát veszek, amint éppen láttok engem, ezt pont arra vettem, az action kamera. Átültem ide, mert ez kibaszottul meleg kell, ez kezdett ott lenni. Péter Szabó 8901. Szia! Mivel rögzíted a videót? Ha esetleg egyik videódban említetted, akkor bocs. Semmi gond. DJI Action 4-gel rögzítem ezt a videót itt. A mostani elmúlt, szóval a kártyajátékbolt videóban és ja, a kártyajátékboltos videóban pedig a telefonos felvételeket, amiket nem az Action-nel csináltam, a beközelítettebb felvételeket, azokat ezzel a telefonnal csináltam. És ilyen jól látjátok, kis matricák vagy ragasztó szalag van rajta tartalékként, meg itt van letakarva a kamera, hogy ne figyeljék meg az arcomat. Valahogy természetesnek érződik, hogy letakarom, mert ki tudja. Sanyi 093. Szia, a videód
elején mondtad, hogy úgy se értenek, és ott Amerikában tanulnak nyelvet kötelezően a suliba? És ha igen, mit? Német vagy spanyolt? Itt általában a spanyol a legnépszerűbb második nyelv, amit tanulnak a középiskolákban is, és az egyetemeken is. Második legnépszerűbb az a francia talán, német talán, de francia szerintem népszerűbb, meg a kínai, meg a japán. AI Joseph X9K. Jobbratartás nincs USA-ban? De van jobbratartás, persze. Én úgy szoktam ezt csinálni, hogy a legbalsóbb sáv az autópályán, az az előző sáv, ott előzhetnek, abból ki szoktam vonulni, hogyha éppen nem előzök. A középső sáv, mármint a három közül a középső sáv, akkor szoktam ott menni, amikor csak nyugisan megyek az autópályán, és nincs okom még letérni az autópályáról, nincs is közel a lejáró. Egyszerűen a középső sávba szoktam menni, mert a sebességhatár fölött vagyok egy néhány mérföld per órával, és az alá nem megyek. Akkor a középső sávba vagyok, és olyankor, akinek ez nem tetszik, az megelőzhet engem, melyik sávban? A megelőző sávban. Szóval, hogyha valaki úgy gondolja, hogy a középső sávban nem kéne tartózkodnom, ha nem megyek gyorsan, én ezzel nem értek egyet. És a jobb oldalsó sávban menjenek azok, szerintem, akik nagyon lassan mennek, sebességhatár alatt mennek, vagy nem biztosak a vezetésükben, nem tudom. De a középső sávban én azt szeretem, azt szoktam használni, és abból nem térek le, mert előzzenek meg bal oldalt. Ha csak nem, nyilván bal oldalon valaki totojázik, és nem megy gyorsabban, mint én, és blokkolja az előző sávot, és én ezt észreveszem, akkor nyilván elmegyek a középső sávból a jobb oldalsó sávba, hogy a középső sávban előzhessenek meg mindenkit, főleg ezt a totojázó baloldalit, vagy baloldalsó sávban lévőt. Mackó Sajt 86. Jó kis nevek ezek. Én is a Whole Foods-ban dolgoztam, csak Londonban, 2010-től másfél évet. High Street Kensingtonnál. Igen, tök jó. Figyelj, kíváncsi lennék, hogy a ottani Whole Foods-ban például te mennyit kerestél, ha ezt szabad magyartól kérdeznem, már csomó amerikaiatól megkérdeztem ezt, de Amerika és Magyarország nyilván más. Mennyit kerestél, és milyen pozíciód volt? És ott mennyit keresnek a kezdők Whole Foods-ban? Mondjuk 2010-ben volt, szóval nyilván mások voltak a viszonyok akkor még. 2010-ben az itteni Whole Foods-ban, amerikai Whole Foods-ban is azt hiszem, hogy $10-ra kezdtek, de most már $15-ra kezdenek mindannyian. És azt hiszem, hogy ez ilyen 2018 körül változott meg, hogy Whole Foods-ban $15-ra kezd az ember, nem pedig 10-zel vagy 11-je. Szóval minimumot felemelték. Stati 5829, szia! Egy kérdés. Olyan biztosítás, amivel soha semmit nem kell fizetnie a paciensnek és az USA vagy legalább az állam teljes területén, bármelyik intézményben, bármilyen kezelésre érvényes, mennyibe kerül? Ideális esetben ez a magyar standard, amelyik mindenkinek állampolgári jogon jár. Nyilván olyan minőségben, amilyenben. Szar minőségben. Ezt most így fejből nem tudom, de utána tudok járni, lehet, hogy majd lesz ilyen, hogy Amerikában életbiztosítás, vagy egészségügyi biztosítás, vagy ilyesmi, lehet, hogy lesz ilyen videó erről, de jó kérdés ez, bocsi, hogy most nem tudok konkrétan válaszolni. De ez általában úgy szokott működni, hogy talán nincs olyan, hogy mindegyik helyen elfogadják a biztosítódat, mert a biztosítód nem biztos, hogy benne van abban a networkben, vagy abban a hálózatban, amiben benne van az a praxis, vagy az a orvosi rendelő, vagy az a hely, vagy a kórház, ahova éppen, szóval nem minden kórházban, szóval nem ugyanaz a hálózat az a kórházak és a biztosítók között. Szóval vannak, amik megegyeznek, vannak, amik nem, vannak biztosítók, amik nagyon sok kórházzal, meg orvosi rendelőben, meg ilyenekkel hálózatban vannak, de vannak, akik nem. Szóval azért nem mindegy. Szóval lehet, hogy ilyen nem létezik Amerikában, de lehetne, hogy létezik. Mondom, lehet, hogy ebből lesz egy külön videó akkor. Amerikában egészségügyi biztosítás, meg ilyenek. Überes videó alatt kérdezte Christian Hungary, vagy keresztény Hungary. Sok információ, köszönöm a videót, elég sok minden kell az Uberhez, azt gondoltam sokkal egyszerűbb. Szerintem elég egyszerű, de mindegy. Melyik város ez? A Cincinnati környéke. Lek WE2HH két hónapja kérdezte a fegyvertartási pisztolyom, a fegyvertartási jogom videó alatt. Hol érvényes a hordási engedélyed? Úgy szokott ez lenni,
például Ohio-ban a hordozási engedély, hogyha megvan, elrejtett hordozási engedély, ha megvan, akkor ezt ilyen, majdnem úgy ugyanúgy, mint az egészségügyben, ilyen hálózatban féle módon van nagyon sok állam, ami Ohio-nak a hordozási engedélynek a kritériuma miatt elfogadja a hordozási engedélyt. Szóval elmegyek mondjuk Floridába, ott felmutatom, hogy Ohio hordozási engedélyen van, akkor ott el fogják fogadni, mert ők ott tisztelik Ohio-nak a standardjait ezzel kapcsolatban. Szóval sok ilyen állam van, és Ohio hordozási engedélyed nagyon sok más államban érvényes, mert Ohio sok más államban ilyen módon tisztelik, mármint a fegyverhordozási szabályok, vagy hogy mondjam. Endre barát Art. Mi van, ha én hajléktalan akarok lenni az USA-ban? Tehát elmegyek egy nagyobb városba, ahol könnyebb elbújni, és hajléktalanként próbálok életben maradni. Valaki erre írta, hogy létezik, hogy valakinek ez legyen a célja, életcélja? És nevető arc. Erre reagált a kommentelő. De a lényeg az, hogy ezt nem azért olvastam fel, mert annyira, hogy is mondjam, mélyen Amerikát feltáró választ igényel ez. Viszont mivel a hajléktalanságról van szó, gondoltam érdekes lenne számotokra, hogyha említeném azt, hogy például Los Angelesben óriási a hajléktalanság, és nagyon-nagyon sok helyen nagyon-nagyon tolerálják a hajléktalanokat. Sátor, járdákon, meg ilyesmi. Szóval akkora tolerancia a hajléktalanok felé Los Angelesben például, hogy ott valószínűleg könnyebb lenne hajléktalan lenni, mint több másik államokban. De ez csak egy ilyen érdekességképpen gondoltam, hogy felolvasom és mondom ezt, vagy reagálom, az, hogy mondjam. Egészen véletlenül, Gyula Marancsics. Egészen véletlenül nincs egy kedves hölgy kint, aki magyar pasit szeretne? Nyilván részben poén kérdés, részben meg talán nem. Dehogy is nem. Én azt vettem észre, hogy a külföldieket itt Amerikában a csajok eléggé kedvelni szokták. Kinézetre is, meg úgy egy ilyen fajta egzotikussága van a külföldinek itt. Mert nem itt született, hanem valami más, valami különleges. És szerintem ilyen értelemben igazából jók az esélyei a külföldieknek, amerikai lányoknál. Megint át kellett ülnöm, mert szarrá égek, meg izzadok. Szia Ádám, political compass, vagy politikai iránytű. Szia Ádám, van egy kérdésem, ohiói etnikai adatok azt mutatják, hogy Ohio kb. 14%-a magyar elődökkel rendelkezik, vagy magyarok? Ez igaz? Rajtatok kívül tényleg sok a magyar? Én úgy tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon ritkán találkozok itt magyarral, nagyon ritka a magyar, mondjuk, mivel én is fehér vagyok, és a magyarok is általában fehérek, főleg azok, akik ide tudtak jönni. Ez miatt nem biztos, hogy észreveszem, hogy magyar, mert nem látszik rajta feltétlenül, de azért ezt általában észre szoktam venni, hogyha valaki más, mint amerikai. Sokszor az oroszokon látom, hogy oroszok. Vagy észtek, esztóniaiak. De mindenkinek van egyfajta kinézete, vagy ahogy öltözködik, talán az alapján látom, vagy hogy a modorán, hogy egyáltalán nem mosolyog. Az oroszok egyáltalán nem szoktak mosolyogni itt Amerikában, és ez nagyon feltűnően különböző. És ez miatt valahogy könnyű felismerni. Meg tegnap is munka közben láttam egy ilyen hölgyet, és tök szép volt, tök magas volt, karcsú volt, és valahogy valami más, azt láttam, hogy mintha más lenne a többihez képest, így. Meg lányával ott bevásároltak a Whole Foods-ban. És nézegettem, azt nem közelebb mentem, de hogy kíváncsi voltam, hogy amikor beszél a lányával, akkor csak nem tudom, csak kíváncsi voltam a viselkedésére. És észrevettem, hogy nem is angolul beszél, teljesen külföldi volt. Szóval valahogy az ember felismeri a külföldieket, vagy öltözködés, vagy modor, vagy viselkedés miatt, vagy van, hogy fizikai kinézet miatt is. De igen, szóval nem szoktam, nagyon ritka szerintem a magyar itt, és igen, itt valaki írta, hogy a Miss Bubu 1611 írta, hogy én éltem Clevelandben, és nem tapasztaltam, hogy sok a magyar van. Azok a magyarok, akikről szó van, nagyon régen vándoroltak ki oda. Szerintem ez így van. Ezt azért olvastam fel, mert szerintem ez így igaz. És, ja. Szóval ritkának tartom a magyarokat. Van Clevelandben egy ilyen kis hely, amit úgy hívnak, hogy farkas pékség. Farkas pastry, vagy mi. És ott az magyarok által volt kialakítva, és ez ilyen kis pékség. És lehet krémest venni, lehet azt hiszem zserbót is venni, meg mindenféle más magyar cuccot. És nagyon néha, amikor
úgy van kedvünk elkocsikázni 3 óra messzire, akkor volt már egy a Jaylen, elmentünk oda is, vettünk is, és isteni. Imádom a magyar pékséget, péksüdeményeket. Már ha eszek péksüdeményeket, ami ritka, mert tudjátok, én egészségmániás vagyok, hogy mondjam. De azért néha jó. Na, igazából ennek a kérdés felelek, kommentekre reagálok videónak, szerintem elérkezett a vége. Találkozunk a következő videóban. Until next time, my friends. Sziasztok!